Száraz György könyvei, a kiválasztottak titkos tudása, a lelkekbe és az erekjébe rejtett információk, Istenek beavatásai, az egyiptomi misztérium iskolák, az élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus, a magyarok beavatása, ősi napvallásunk szent ösvényén, megrendelhetők a napvallás.hu oldalon. Sámánizmus. Barangolás az extázis, a transz és a látomások világában. Javaslom, folyjunk bele kissé a sámánizmus vallás lélektanába. Vajon kinek van igaza? Annak, aki egy pszichológiai viselkedését tekintve felbillent, labilis érzelemvilágú válságba jutott embert lát a sámánban? Avagy inkább annak, aki a mágikus varázserőknek a különleges birtokosát, aki mind szentséges, mind társadalmi téren a legfontosabb vezetője egyes néptörzseknek, illetve nagyobb népcsoportoknak. A sámán meghatározása. A néprajzkutatók és a kultúrantropológusok következetesen sámánnak neveznek minden olyan primitív társadalombéli embert, akik mágikus vallásos erőkkel rendelkeznek. Innentől fogva egy fogalomzavar alakul ki, mert a sámán, eszerint a felfogás szerint varázsló, boszorkány, gyógyító, jós és pap egy személyben. Hol itt az igazság? Nos, a sámánizmus vagy samanizmus eredetét tekintve egy szibériai és közép-ázsiai vallási jelenség. A samanizmus talán egyik leglényegesebb ismérve, hogy olyan vallásos jellegű spirituális út, amely extázishoz juttatja a gyakorlóját. A sámánizmus tehát egyfajta extázis technika. Ez azt jelenti, hogy a sámán valamiféle mágiát űz, de ezt pontosítanunk kell mindenképpen, mert nem mindegy, hogy miért, és legfőképpen, hogy hogyan. A sámánizmus roppant sajátos valami, nem csak a tűz uralásáról, a mágikus repülésről, vagy épp a gyógyításról szól. A sámán olyan módszerekhez nyúl, amelyek teljesen sajátságosak. A sámán saját módszere alapján éli át az extázist, magyarul önmagát juttatja önkívületi állapotba, melynek során kilép a testéből a lelke, és az égbe vagy az alvilágba tesz utazásokat. Közkeletű és előítéletektől nem mentes tévedés, hogy a sámánt valamiféle szellemi megszállottként határozzák meg. De ez valójában egyáltalán nincs így. A sámán úgy áll kapcsolatban a halottakkal, úgy képes démonokkal és természeti szellemekkel kommunikálni, hogy nem válik az eszközükké. Nem azt állítom, hogy nincsenek kivételek, de eredetileg a sámán az extázis során nem adja fel teljesen a saját énjét. A sámán nem egyszerűen hisz a felsőbbrendű lényekben, hanem életének egy részét köztük tölti. Következésképpen ő szó szerint az isteni világokban tölti élet idejének egy részét. Sámánná válni, azaz egyedivé válni. Kétféleképpen válhat valakiből sámán. Örökletes úton, tehát dinasztikusan, vagy kiválasztás, hívás útján. Az előbbit általában erősebbnek tartják, mint az utóbbit. Bármelyik utat járva váljék valakiből sámán jelölt, részesülnie kell a speciális oktatásban, amely szintén két összetevőre bomlik. A kiképzés egyik része extatikus természetű. Ide tartoznak a különféle transzállapotok és a médiumi álmok. A másik fele a tortának a hagyományos természetű oktatás, ami magában foglalja az alkalmazott sámán technikákat, az adott klán mitológiájának és életfájának ismeretét, a szellemek neveinek és funkcióinak elsajátítását, valamint a titkos nyelvezet megtanulását többek között. Előbbit a szellemvilág egyes erre felhatalmazott lényei, utóbbit a vén sámánmesterek végzik. Ezt a felkészítést nyugodtan rokoníthatjuk a beavatásokkal, mert hogy lényegében értéküket és végeredményüket tekintve oda vezetnek el.
Hiba volna azonban hallucinációkkal és fantázia szüleményekkel azonosítani az efféle extázis technikákat, mivel itt nem beszélhetünk öntudatvesztésről vagy valamiféle aberrációról. Még ha sok kívülálló kutató mindenképpen ezt óhatja belemagyarázni a látottakba. Mindemellett az is megérdemel pár szót, hogy a sámán hogyan jut a képességeinek birtokába. Meglepő, de nem annyira a képesség kialakulása hangsúlyos, tudnélik az többféleképpen is végbe mehet, szellemi lények által, örökletes úton, kényszerű ráruházás útján, vagy önkéntes önfejlesztés árán. Ettől azonban jóval fontosabb a beavatási technika és a mögöttes filozófia, azaz az elmélet és a belső ismeretek megszerzése. Sámánok kiválasztása. A voguloknál például úgy tartják, hogy a sámánizmus örökletes, mi több, a női ágon is tovább adódhat. Onnan ismerik fel a jövő sámánját, hogy már serdülőkorától ideges, esetenként epilepsziás rohamok gyötrik. Miért? Mitől? Azért, mert rendszeresen találkozik az istenekkel. Ez alatt azt értjük, hogy a sámán szellemi lényekkel tartja a kapcsolatot, akár hangok, akár fények, akár érzetek formájában, illetve segedelmével. Ezen túlmenően az osztjákok arra esküsznek, hogy a sámánizmus örökletes tulajdonság, pontosabban égi adomány, ami a sámánnal együtt születik erre a világra. Az Irtisz vidékén és a Vasztyuganok körében szintén született képességnek, illetve égi ajándéknak tartják a sámáni talentumot. Roppant elgondolkodtató Karjalainen megjegyzése, aki arra világít rá, hogy a sámánizmus csak látszatra örökletes tehetség. Jó magam azzal értek egyet, hogy az égi áldás vagy jóváhagyás elengedhetetlen a sámánná válásban. Ugyanakkor számít az a tényező is, hogy a sámán milyen lelket hordoz a szíve alatt. Ha ugyanis ő már korábbi életeiben volt sámán, akkor egészen más lehetőségeket kap a sorstól, mintha ebben az életében látszatra spontán válik az extázis technikák mesterévé. Tulajdonképpen ez a helyzet a votjákoknál és a lappoknál is. A mandzsuknál két úton válhat valaki sámánná, a nemzetség sámánjaként, vagy függetlenül a nemzetségtől. Ami az első esetet illeti, a samanisztikus képességek nagyapáról unokára szállnak. Ha nincs, aki örökölhetné a sámáni tehetséget, jobban mondva a szellemeket, akkor külső szemét választanak. A második esetben a független sámánnál úgy áll a dolog, hogy ő a saját elhivatottságát követi. Az önjelölt sámán az életében jelentkező, meglehetősen komoly válságok folyamányaként aspirál a sámáni címre. Majd, ha kiállta az egyáltalán nem könnyű próbatételeket, akkor ismerik csak el sámánnak. A Burját Alaroknál a sámanizmus mind atyai, mind anyai ágon öröklődhet, de az ösztönös elhívás sem ismeretlen fogalom arra felé. Álmok és az ősök szellemeinek látogatásai előzik meg és készítik elő a sámán jelöltet hivatására. Ha nincs alkalmas jelölt, akkor a szellemek a gyermekek közül választanak, ami korántsem kellemes történet, ugyanis a gyermekeket álmukban gyötrik, már ami a kívülálló számára ebből látszik, és 13 éves korukban választják ki őket. A választás követően már nincs visszaút. A beavatás során az ősök szellemei a természet feletti világok dolgaiba avatják be a tanoncokat, megmutatják nekik a különféle régiókat, és egészen az alvilágig vezetik őket. A tanulás elmaradhatatlan kelléke a felkészítésnek, illetve az extatikus élmények átélésének. A túlvilági kapcsolat ékes bizonyítéka, hogy önkívületi állapotban sámán himnuszokat énekel a jelölt. Minden esetben a tiszteletre méltó vén sámánok okítják az újoncokat. Vannak törzsek, ahol úgy válnak sámánná, hogy villám csap beléjük. Ez egyéb iránt tökéletes jel arra, hogy az illetőt az égi hatalmak választották, s hogy a képességeit az ő jóvoltukból nyerik.
A sámánok kiválasztását követően vannak tipikus tünetek vagy állapotok, amelyek nagyon jellemzőek rájuk. Ilyen az önkívületi állapot, az álmodozóvá válás, a magány kedvelése, a profetikus látomások, valamint sokszor különféle rohamok. A szellemi világokban ilyenkor az történik, hogy a sámán jelölt lelkét az ősök szellemei kiemelik a testéből és magukkal viszik. Ha fehér sámánt óhajtanak belőlük csinálni, akkor nyugat felé, ha fekete sámánt akarnak faragni belőle, akkor kelet felé viszik el. A növendék lelke meglátogatja az istenek palotáját, és kitanulja az elődöktől a sámán misztériumok minden titkát. Samanizmus és lelki betegségek. Sokáig a szibíriai samanizmus jelenségeit a sarkvidéki hisztériával magyarázták. Lényegében az elmebetegség tüneteit vélték felfedezni azokban a látomásos szindrómákban, önkívületi állapotokban és rohamokban, amelyeket a sámánok produkáltak. A sarkkörön lakók labilis idegrendszerét okolták a sámanizmus kialakulásáért. A dermesztő hideg, a fénysötétség egyedi viszonyai, a vitaminhiány, az elhagyatottság és az egyedül léteme elmélet hívei szerint komoly szerepet játszottak az elmebetegségként azonosított samanikus transz élményekben. Így aztán sok kutató nem sok különbséget látott egy sámán és egy epilepsziás ember között. Mindössze az akaratlagosságot jelölték meg különbséggyanánt. Úgy tartják, hogy az arktikus vidéken a kozmikus hatás váltja ki a transz állapotokat, míg az ettől délebre fekvő területeken ilyen hatás nem lévén narkotikumok segítségével érik el a kívánt eredményt. Ez utóbbi esetben a transz állapot sem olyan mély. Ha Óceániára pillantunk, Szumátrán és Indonéziában megfigyelhetjük, hogy a varázslói tisztséget rendszerint beteges, illetve neuraszténiás, kimerült, túlterhelt idegrendszerű személyek töltik be. Sok helyen az epilepsziások kitűnő jövendőmondó hírében állnak. Chilében szintén beteges, ájulásra hajlamos személyek válnak sámánná. Tűzföldön inkább csendes, befelé forduló, meditáló aszkétára emlékeztet a sámán. Ezek tükrében mindenképpen szükséges különbséget tennünk az elmebeteg és a misztikus között. Első látszatra talán nem tűnik hasonlónak a kettő, de sokszor összetéveszthető, mivel az elmebeteg is misztikus élmények után sóvárog és ahhoz hasonló jelenéseket halucinál. Az sem zárható ki teljességgel, hogy egyes elmebetegségek hátterében szellemi megszállottság, vagy legalábbis ráhatás áll, s ilyetén formán misztikus élményeket is átél az illető a sokféle kreált, zagyva víziója mellett. De pusztán a sarkköri klímát tenni felelőssé bizonyos valódi, kataleptikus, tehát mozdulatlan merev, transzal végződő szertartásokért nem kellően megalapozott vélemény, az álláspontom szerint. Tehát az igazságot valószínűleg máshol kell keresnünk. A beteg és a vallásos, az elmeháborodott és a misztikus ember között kétségtelenül vannak hasonlóságok, és persze eltérések. A fő különbség például az, hogy a sámán olyan beteg lehetett egykoron, aki meggyógyította önmagát. A sámánnál a beavatások alatt igenis mutatkozhatnak idegrendszeri betegségek tünetei, melyek azonban átmenetiek, a rituálék elmúltával csillapodnak és megszűnnek. A sámán ellenes emberek nem értik, hogy a sámán a szellemek által gyógyul meg, akik onnantól segítik és védelmezik őt. A kiválasztás a szellemeken múlik, és sokszor örökletes. Az eszkimó és az indonés sámánok például rendszeresen epileptikus rohamokat produkálnak, de azokat uralják is, ellentétben a kiszolgáltatott beteg emberekkel. Sőt, mi több, ezek a sámánok az epileptoi transzukat az akaratuk segedelmével képesek előidézni. Akik megvizsgálták az említett sámánok idegrendszerét, azt találták, hogy az átlagembertől is stabilabb és jobb állapotban lévő idegrendszerrel rendelkeznek, tehát nyoma sincs elmekortani problémáknak, vagyis egyik sem pszichopatológikus eset.
A Szibériában és Észak-Ázsiában élő sámánok sem mutatják a mentális bomlottság tipikus jeleit. A szamojédoknál a sámán példának okáért kifejezetten értelmes személy. A kazak kirgizeknél a sámán a jövendőmondó, a pap a gyógyító és a népi hagyományok őrzője, illetve regőse. Cáfolhatatlan viszont, hogy a sámánok mindig kilógnak a sorból, eltérnek a nagy átlagtól és egyedülállóak a maguk nemében. Legyen látszatra vagy valóságosan beteg, fogyatékos vagy épp túl intelligens és extravagáns, azt teszi őt sámánná, és az nem teszi őt pszichopatológikus esetté, hogy közvetlen kapcsolatot ápol a szent világokkal. Ezen kívül pedig hatékonyan tud bánni a szellemi lényekkel és a spirituális jelenségekkel. A sámánnak nem csupán a viselkedése, hanem sokszor a fizimiskája, tehát a külső megjelenése is árulkodó. Testi hiba, idegrendszeri elváltozás vagy fogyatékosság, esetleg az ellenkezője, de mindenképpen valami szokatlan testi és mentális jelben is megmutatkozik, hogy a sámán az istenek választottja. Hogy ezt egyesek rendellenességnek tartják, az cseppet sem változtat a sámán tudásán és áldásos tevékenységén. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal esemény naptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!